There are so many other examples, but I will not explain them in this occasion. I would like to say only this. Toyota philosophy is the same as ROD policy, but they always manage to survive thanks to the trust of customers. Én azzal szeretném kezdeni, hogy nem is Debrecenben jó nekünk. Én 12 évvel ezelőtt véletlenül Tokióban sétálgattam, amikor bementem egy Toyota kereskedésnek hit igazából egy több tízezer négyzetméteres csarnokba, ahol valamennyi Toyota gépjármű ki volt állítva. És hát ott van az ember, akkor ugye minden érdekesség érdekli. Természetesen korlátozott lehetőségem volt ezt megtekinteni, de mégis alkalmam volt egy olyan gépjárműbe beülni, ugye ez 2001 körül volt, ahol már nem kellett vezetni, nem kellett sofőr, kifejezetten az volt a utasítása, amikor bejuttam az autóba, hogy ne nyúljak semmihez, majd az autó mindent tud. És hát ugye, lássunk csodát, Amerikában már három államban be van vezetve az, hogy nem lehet, vagy nem kell a gépjármű vezetőnek semmihez nyúlni. Én azt gondolom, hogy maga az autóipar, ami az előző évszázadnak a húzó ágazata volt, az változatlanul azt gondolom, hogy a technikai megújulásban, az ipari, az informatikai fejlesztésben olyan magas színvonalú képzettséget ad, nem csak a gyártóknak, hanem maga az üzemeltetőknek, a szervizben dolgozóknak is, ami egy nagyon magas tudást kell, hogy eredményezzen. Természetesen, amikor egy ilyen márka Debrecenbe érkezik, természetesen azt gondolom, hogy örülök, és kifejezetten annak örülök inkább, hogy az elmúlt években nagyon sok rossz hírt lehetett hallani a gépjármű kereskedők, a gépjármű importőrök részéről, és most mégis van alkalmunk ünnepelni. Tehát az, hogy 20 éve gazdasági élet társasága, azt gondolom, hogy nagyon meghatározó. És az, hogy 6 főről most már több mint 40 fő alkalmazottal dolgozik ez a cég, azt mutatja, hogy a tulajdonosoknak volt bizadalmuk belevágni egy olyan számukra, és azt gondolom, ismeretlen feladatba, ami mondjuk a 20 évvel ezelőtt, ha valakinek volt egy jó kalapács, akkor már tudott gépjárművet javítani, csak tudni kellett, hova kellett ütni. Hát innen azt gondolom, hogy nagyon hosszú út vezetett oda, hogy a Road Service Kft. Most megnyithassa a Lexus nevezetű márkának is a szervizelését, hiszen azt mutatja, hogy az itt lévő dolgozók megfelelő szinten tudják azt a követelményt teljesíteni, amit egyébként ezek a prémium márkák azért megkövetelnek. És egy másik dolog azt gondolom, ami természetesen a tulajdonosokat, az itt dolgozókat kell, hogy dicsérje, hogy ez az elégedettség. Tehát hiába van az embernek egy jó eszköze, ha olyan dolgozók vannak, akik ezt nem tudják megfelelően használni. Tehát a legfontosabb az, hogy az ügyfél mennyire van megelégedve, nem csak a gépjárművel, hanem a kiszolgálással, hiszen amikor az embernek szervizbe kell jönni, akkor természetesen mindig más ezer dolog jár a fejében, és azt gondolja, hogy minél hamarabb túl kellene ezen jutni, és hát természetesen minél hatékonyabban túlesni egy szervizen, vagy akár javítatáson, bármilyen szempontból idejön az ember. És hát bevallom őszintén, hogy nekem nincs Toyota gépjárművem, mert miért most vagyok itt először, és én azt látom, hogy maga ez a tér tökéletesen alkalmas arra, hogy az ember itt otthonosan érezze magát, hiszen azt gondolom, hogy maga a gépjárművel való közlekedés is egyfajta szabadságérzetet jelent. Még annak ellenére is, hogy most ez a Lavina program lehet, hogy egy kicsit visszafogja a gépjárművel magasabb sebességek közlekedőket, ami most az utakon van, de talán fontos azt gondolom az, hogy az ember mindig biztonságban legyen. Tehát nem csak a műszaki szempontok számítanak, azt gondolom a mai közlekedő számára, hanem az, ha valaki beül az autóba, és a történik egy baleset, hogyan fog kiszállni belőle. Én azt gondolom, hogy a gépjárműiparnak az a fejlesztés, ami elsősorban az utasok védelmére vonatkozik, ez ennél a kiemelt márkánál mindenképpen az ember van az első helyen. Szeretnék gratulálni ehhez a 20 évhez, és hát ahhoz, hogy 8 éve Debrecent választották, és ugye én azt gondolom, hogy már kicsit, azért aki 8 évet eltölt Debrecenben, mondhatjuk azt, hogy már
bennünket is megszokott, megismert bennünket, és én azt kívánom a tulajdonosoknak, hogy további bátorságot a fejlesztésekhez, hiszen egy márka szerviz követően azt gondolom, hogy lehet még hova fejlődni, hiszen az értékesítés is egy nagyon fontos feladat, és én bízom benne, hogy minél hamarabb sikerül már azokat a számokat hozni majd a gépelmű kereskedőknek, amelyek az szükséges, hogy gazdaságosan fönn tudják tartani ezeket a nem kis beruházással létrehozott értékeket, hiszen ezek nagyon komoly értékek, és hát tulajdonosoknak további sok sikert kívánok ahhoz, hogy legyen nekik energiájuk ezeket a következő álmokat megvalósítani, ami a további fejlesztéseket fogja tartalmazni, ahogy hallottam, már építési engedély van, tehát még kell egy kis lendület, kell egy kis piaci élénkülés, és akkor mindenki számára azt gondolom, hogy még magasabb színvonalú kiszolgálás lehet, még magasabb színvonalú értékesítés lehet. Ehhez azt látom, hogy minden feltétel adott. Hát Isten éltesse az ünnepeteket. Köszönöm szépen. Mióta van meg az autó pontosan? Január közepe körül kaptam meg, és hát most már lassan azért ez egy éves. Uh-huh. És úgy tudom, egy évre kaptad meg, igaz? A Toyota. A megállapodásunk valahogy így szól, és nyilván ugye újra kell majd utána tárgyalni, de most első körben ennyire. Uh-huh. Mennyire szoktatok össze, vagy mennyire szeretted meg, esetleg gondolkozol azon, hogy megveszed, ha letelik ez az egy év? Nyilván a tárgyalások után, de meglátjuk. Én nagyon megszerettem, és nagyon szeretem az autót. Minden csinyát, binyát próbálom, és vannak dolgok, amikor nem kapok választ, akkor bejövök, és akkor elmondják. Nyilván tervezem azt, hogy a jövőben is Toyotával járjak. Milyen versenyre készülsz? Mi a legközelebbi verseny most, amire készülsz? A 2013-14-es év főversenye az a jövő nyáron Berlinben van a Európa-bajnokság, és nyilván ott szeretnék bizonyítani, úgyhogy arra kezdtem el most lassan már egy hónapja a felkészülést.